Üdvözlöm kedves nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióba F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat. Én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Kedves képviselő úr, a tavalyi év úgy gondolom kihívásokkal tele volt. Az idei évben ön szerint mi elé néz országunk? Hát a tavalyi év, elmondhatjuk, hogy a meglepetés éve volt, hiszen tavaly ilyenkor, még február elején nem számítottunk arra, hogy milyen névnek nézünk elébe, hiszen a hírekben hallottuk, hogy Kínába felütötte fejét egy különleges vírus, de meg voltunk győződve, hogy ez ugyanolyan lesz, mint akár az afrikai műsorok és vírusok, hogy hallunk róluk, látjuk őket, de nem jutnak ide hozzánk Európába, nem jutnak ide hozzánk Magyarországra. Eltelt egy hónap, és ez a vírus, a koronavírus határozta meg az egész évünket. És én nem emlékszem arra, hogy ilyen rossz évünk lett volna az egész országnak, Európának és az egész világnak. Teljesen felforgatta az életünket, hiszen bezártak az iskolák, az éttermek, nem tudtunk találkozni rokonainkkal, barátainkkal, családtagjainkkal, karanténba kerültünk, és igazából egy szomorú évet tudhatunk magunk mögött. Ez a szomorú év rengeteg tapasztalattal is járt, hiszen sok dolgot megtapasztaltunk abból, ami előttünk állt, és amiből belecsöppentünk, hiszen a pedagógusok és a szülők megtapasztalták a digitális oktatást, az online oktatást, megtapasztaltuk azt, hogy hogy kell idős hozzátartozóinkkal online, telefonon keresztül, videócseten keresztül tartani a kapcsolatot. Megtanultuk azt, hogy a közösségi térben maszkot kell hordani, hogy lehetőleg minél kevesebbszer menjünk el vásárolni a megszokott dolgokat, és teljesen átalakult az életünk. Igazából különbséget tudtunk tenni fontos és kevésbé fontos dolgok között. Mindenkinek felforgatta az életét, van, aki elvesztette a munkahelyét, van, akinek a munkája teljesen másképp kellett végezni, és azt gondolom, hogy a nehézségek ellenére nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk. És ez az idei év pedig a reménykedés éve. Én azt gondolom, hogy elég volt a tapasztalatból. Én azt gondolom, hogy ha leírták volna nekünk másfél oldalra ezt a tapasztalatot, amit a tavalyi évben szereztünk, akkor is megértettük volna, nem biztos, hogy át kellett volna élni. De bízom benne, hogy ez a reménykedés éve, hiszen látjuk azt, hogy megérkezett Európába a vakcina. Egyre többen oltják be magukat, most már az egészségügyi dolgozók beoltására sort került, az idős otthonok dolgozói és bennlakói, és most már az idős emberek, a 70 év felettiek, utána a 60 év felettiek, és hát bízom benne, hogy valamikor a tavasz folyamán már az én korosztályom is sorra kerül, ami azt jelenti, hogy lehull rólunk ez a kötöttség, ez a bilincs, sokkal jobban járhatunk akár étterembe, közösségbe, sokkal könnyebben találkozhatunk barátainkkal, rokonainkkal, szüleinkkel, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép évnek nézünk elébe, sokkal szebbnek, mint a tavaly volt. Örülök, hogy ilyen pozitívan látja ezt az évet, de a tavalyi év is, úgy gondolom még az idei évben is a kormányzat és az országgyűlésnek is ez egy nagyon fontos időszak, és számos olyan intézkedést hozott, amivel segítette a lakosságot, hogy át tudják viselni ezt az időszakot. Melyek nagy vonalakban ezek az intézkedések? Így van, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben a vírus karanténba zárt bennünket, nagyon megnehezítette az egymással való kapcsolattartást, de nem jelenti azt, hogy nem kellett dolgozni. Hiszen kellett dolgozni a pedagógusoknak, a kereskedelembe dolgozóknak, az egészségügyi dolgozóknak, többet, mint másoknak, a szociális intézményekben, hiszen mindenkinek kellett dolgozni, mert az országot kellett működtetni. És azt mondta a miniszterelnök, hogy hiába van karantén, hiába van korlátozás, a parlament a háború alatt is működött, tehát a parlamentnek ugyanúgy működnie kell, és ugyanúgy dolgoznia kell. És azokat a nemzetstratégiai lépéseket, ami Magyarország előtt áll, hiszen tudjuk azt, hogy nem lehet leülni, nem lehet ülni a babérokon, hanem dolgozni kell. És azokat a kihívásokra, ami előttünk áll, ami a magyar nemzet előtt áll, azokra adni kell választ. Ilyen a családtámogatási rendszer. Hiszen tudjuk azt, hogy Magyarország, egész Európa, de akár a nyugati világ egy demográfiai helyzetben van, egy nagyon nehéz helyzetben, egy mélyponton, hiszen nem születnek meg azok a gyermekek, amikre vágyunk, aminek meg kellene születni, a társadalmak öregszenek el, és erre minden társadalom,
minden nép kitalálta maga válaszát. Nyugat-Európában azt találták ki, hogy beengedik a migránsokat, tehát ha nem születik gyerek, és dolgozni kell valakinek, akkor Észak-Afrikából, a Közel-Keletről minél több fiatal, katonakorú embert engednek be, és úgy gondolják, hogy azok majd gondozni fogják őket a kórházakban, azok majd, amikor idősek lesznek, akkor rájuk fogják nyitni az ajtót, vezetik a buszt, főzik az ételeket. Ez a nyugat-európai stratégia. A magyar stratégia pedig az, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik családot szeretnének, akik gyereket szeretnének vállalni. Ilyen volt a falusi csok, a különböző adókedvezmények, azok a támogatások, amelyet egy fiatal, életet kezdő párnak megadatott. És én azt gondolom, hogy jól állunk ebbe a helyzetbe, hiszen a karcagi kórházba is több mint 100 gyermekkel több született a tavalyi évben, tehát ennek már meglátszik itt is az eredménye, és én beszéltem szülész-orvosokkal, és azt mondták, hogy nagyon sok családban megszületett a várt harmadik vagy negyedik gyerek, és azokban a családokban, akiknek bízhatunk, hogy a gyermekei hasznos állampolgárai lesznek ennek az országnak. Én azt gondolom, hogy biztató ez a jövő, de nem szabad itt megállni, meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek még segítenek arra, hogy a mostani generáció időskorában legyenek fiatalok, legyenek életképes társadalmunk, és ne úgy kelljen bepótolni, hogy a Közel-Keletről és Észak-Afrikából kelljen bevándorlókat, migránsokat beengedni az országba. A családok segítése mellett megfigyelhetjük azt is, ha itt megyénkben vagy a térségben járunk kelünk, hogy egy fejlődés tapasztalható. Új épületek nőnek ki, illetve régi épületek újulnak meg. Milyen beruházások, milyen fejlesztések valósultak meg most a közelmúltban, és milyenek valósulhatnak meg az elkövetkezendőkben? Csodás dolgok valósultak meg. A Kovács Mihály Általános Iskola megújulása, hogyha valaki ebbe az iskolába járt akár 5, 10, 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és bekötött szemmel bevezetik az iskolába, akkor rácsodálkozott volna, hogy mikor, melyik az a pillanat, amikor ráismer az iskola belsejébre. Hiszen teljes mértékben megújult az osztálytermek, a folyosó, a nyillászárók. Én azt gondolom, hogy a régi Kovács Mihály iskolába járók akkor döbbennének rá, hogy a régi iskolájukban vannak, amikor az emeleti lépcső korlátját meglátják, hiszen az hasonlít a régi iskolára, de egyébként teljes mértékben megújult. Azt gondolom, hogy most már a karcagi iskolák közül a Kovács Mihály megújulásával befejeződött az a kör, amiben az oktatási intézmények megújulása belekerült. De hát Karcagon nem kell mondani, nem sokára át lesz adva az új piactér, hiszen ez az új piactér talán 25-30 éve nem újult meg annyira, mint ahogy most megújul. A Városgondnokság épülete meg fog újulni, és van még néhány olyan beruházás, amely ebben az évben be fog fejeződni. Én azt gondolom, hogy látható, érzékelhető itt Karcagon, hogy folyamatos a fejlődés, és hát egyre több munkahelyteremtő beruházás is van, hiszen nem árulok el titkot, 12 milliárdos beruházásba kezd bele az Agrosprint, több száz új munkahely lesz, és egyre több érdeklődő van akár az ipari parkba, betelepülő munkahelyeket létrehozni, és én azt gondolom, hogy Karcag is a gyorsuló fejlődés útjára lépett, ugyanúgy, hogy ez a térség. És hát abba is bízom, hogy nem sokára el fog érni ide a négysávos, négyes autóút, és meg fog épülni, amikor ide ér a négysávos út, a Karcagot keletről elkerülő út, tehát a kamionok, teherautók nem a városon keresztül, nem a Madarasi út, Kálvin út kereszteződésénél fognak menni, hanem meg tudják kívülről, a kelet irányból Karcagot kerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon szép és csodálatos fejlődés előtt állunk. Bízunk benne, hogy ez a fejlődés dinamikus lesz, és a kormányzat és a települések is ki tudják használni azokat a pályázat adta lehetőségeket, amelyekkel megújulhatnak külsőleg és belsőleg is, hiszen ezek tartalmaznak nem csak felújítási munkálatokat, hanem különböző kulturális programok szervezését, ami úgy gondolom, hogy a itt élőknek és a környezetünkbe élőknek nagyon fontos lesz, pláne amikor ez a pandémiás helyzet elmúlik.
Én is nagyon bízom benne, és azt látom, hogy itt a térségben és Karcagon mindenki ezen dolgozik. És biztos vagyok benne, hogy ebben az évben már nem csak online fogjuk főzni a birkapörköltet, hanem azok a hagyományos rendezvények, amihez hozzá vagyunk szokva, amit megszerettünk, akkor tudunk találkozni, közös élmény lesz, közös programok, és egy csodálatos évnek nézzünk elébe. Beszélgetésünk elején említette a védőoltásokat, hogy most már elkezdődött az oltás itt a városunkban és a környező településeken is. Ön mennyire tartja fontosnak ezt a védőoltást? Én nagyon fontosnak tartom, és igazából nem saját magam miatt, hanem az idős hozzátartozóink miatt. Mert lehetséges, hogy én átesek egy könnyebb fertőzéssel, egy megfázással. De akinek krónikus betegsége van, aki idősebb, azt ugyanúgy megfertőzhetem, és akár neki végzetes is lehet ez a vírus. Hiszen a fiataloknak az a felelőssége, és az egészségeseknek az a felelőssége, hogy vigyázzanak azokra, akiknek betegségük van, akik idősebbek, és én ezért beoltatom magam. Nem csak magam miatt, hanem a családom miatt, idősebb hozzátartozónk miatt, és amiatt is, hogy a társadalomra is kell vigyázni. Hiszen egy társadalom úgy egész, hogyha figyelünk egymásra és vigyázzunk egymásra. Én már valamikor január legelején regisztráltam a családommal, a szüleim postai úton, hiszen megkapták ők is az értesítést, én online módon regisztráltam magam, és várom azt, hogy mikor kerülök sorra. És hát azért is nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a fiatalok is, hogy beoltassák magukat, hogy tudjanak vigyázni idősebb, betegebb családtagjaikra, hozzátartozóikra, és hogyha be van oltva az ember, akkor nyugodtan mehet neki a nyárnak, szabadabban, ugyanúgy mehet, hogy már nem kell attól tartani, hogy megfertőzök mást, hanem visszatérhetünk a normális, nyugodt, megszokott életünkhöz. Igen, ez egy mindenkitől felelősségteljes döntés, ha ezt meghozza, mert nem csak magára kell gondolnia, hanem a környezetére, a körülötte lévő emberekre is. Lassan indul a parlament tavaszi időszaka. Előreláthatólag milyen feladatai lesznek a parlamentnek? Hát a legfontosabb feladat, én azt gondolom, hogy 15-én összeül a parlament, hiszen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről szavazni kell a parlamentnek. Hiszen most azt mutatják már a számok, hogy Magyarország a szigorú szabályok betartásának, hogy a lakosság betartotta ezeket a szigorú óvintézkedéseket, szabályokat, csökken a koronavírusos fertőzöttek száma, és nagy mértékben csökken a halálos áldozatok száma is. Tehát el lehet már gondolkozni azon, hogy amikor jönnek a védőoltások, egyre több embert oltanak be, hiszen már az egészségügyi dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók és lakók beoltásra kerültek, most már megkapták az értesítést az idősebb honfitársaink is, tehát már szép, fokozatosan lehet nyitni az országot. De figyelni kell azokat a példákat, mint például Portugália, amikor úgy gondolták, hogy a karácsony és az újévi ünnepek alatt lazítanak, egy kicsit lazítottak, és hirtelen megugrott a fertőzések és a halálos áldozatok is száma is. Tehát figyelni kell arra, hogy azt a több hónapos, nagyon nehéz időszakot, amit megszenvedtünk, egy-két hét lazaság miatt nevesszük el. Hiszen, hogyha túl hamar nyitunk, akkor feleslegessé válik az, amit ősszel, amit tavaly tavasszal megszorítottunk, a karanténok, azok az időszakok, amikor nagyon nehezen tudtunk találkozni az emberekkel. Én azt gondolom, hogy néhány hetet kell már kibírni, amikor már az oltások száma olyan magas lesz, hogy nyugodtan akár egy étterembe, egy cukrászdába, egy családi rendezvényre elmehetünk. Igen, folyamatosan jönnek ki ugye azok a kormányrendeletek, amelyek szabályozzák az életet annak érdekében, hogy minél előbb megtörténhessen ez a nyitás, ahogy ön is mondta. Én bízom benne, hogy ez így lesz. Gerdes képviselő úr, én kívánok az ön munkájához nagyon jó egészséget, kitartást, és kívánom, hogy mindig segítse térségünket abban, hogy itt fejlődés történhessen, és az emberek itt jól érezzék magukat, és szeressenek itt élni. Én azt gondolom, hogy az itt élő emberek szeretnek itt élni, és én is, amit most a tavalyi évben a legfontosabb, amire rájöttünk, és az idősebbek mindig is mondogatták, csak mosolyogtunk rajta fiatalon, hogy mindenkinek jó egészséget kívánok, hiszen az egészség a legfontosabb.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket!